Novák Jelőt képviselő úr, a mi hazánk képviselője, azon egy kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, gyermekgyilkosság önvédelemből. Miért támogatja Izrael népirtását semlegességünk helyett a Sékel jobboldal címmel? Tisztelt ház, tájékoztatva a tisztelt országgyűlés, hogy a mi hazánk frakcióvezetői előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak távolléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdés a korájában kell válaszolnia. Most a mi hazánk frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőinek kérdése következik, aki szintén Novák előtt képviselő úr, aki azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, titkosítás helyett mikor tudhatjuk meg a cigányság termékenységi rátáját, ahogy azt a KSH is szeretné címmel. Tisztelt ház, képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy a mi hazánk frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Ennek megfelelően Novák előtt képviselő urat illeti a szó, és Gulyás Gergely miniszter úr fog rá válaszolni. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, Pokor Béla alkotmánybíró a korábbi Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei című és alcímű könyvében is kimondta, hogy a cigányság generációnként megduplázódik, miközben a magyarság megfeleződik, tehetjük hozzá, de sajnos nem láthatunk hivatalos kimutatást. Miért? Néhány éve Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet főmunkatársának egy prezentációjában látta a megyei bontását a termékenységi rátának. Ott a cigányság által alig lakott megyében csak 1,1 körüli volt a szám, azaz a magyarsági ez alatt lehet, tehát nemzedékenként tényleg megfeleződünk. Miért ne lehetne a törvény szerinti 13 nemzetiséget, így a cigányságot is, nem csak népszámláláson külön mérni, de a születés számukat is vizsgálni külön. Megkeresésemre a KSH ezt válaszolta nekem, idézem. A népesség nemzetiségi hovatartozásának nyilvántartásában a törvényhozás az illetékes, ebben a KSH-nak nincs jogköre. A nemzetiségi hovatartozás szerinti termékenységre vonatkozó igény már többször felmerült, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a születési statisztikai kérdőívre rákerüljön a nemzetiségre vonatkozó kérdés. Tisztelt miniszter úr, a cigányság népesség robbanásából a bűnözés fokozódására nem vonhatok le nyilvánvaló következtetést a házelnöki cenzúra miatt, de az eltartók eltartottak arányának durva megváltozása miatt, a romlás miatt azért azt kimondhatjuk, hogy már nem csak a nyugdíjrendszer, hanem az egész államháztartás összeroppanása, fenntarthatatlansága fenyeget. A strucc politika helyett tehát mikor tudhatjuk meg a cigányság termékenységi rátáját? Hajlandók-e jogszabályi módosításra ennek érdekében, ahogy azt a KSH is szükségesnek tartja? Ezt korábban hiába kérdeztem önöktől írásban, csak mellébeszélés volt a válasz. Most nagyon bízom benne, hogy érdemben választ kaphatok. Hajlandók-e a tisztánlátásra, vagy marad a titkosítás? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, nagyon köszönöm, hogy nem fordította a szót a termékenységi rátáról másra, mert akkor meg is mondta volna a szót. Miniszter úr, illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Semmiféleképpen ne sértődjön meg az amúgy indokoltnak tűnő baloldali beszólásokon és hozzászólásokon. Ez nem akadálya annak, hogyha önökben megvan a hajlandóság, néhány év múlva összefogjanak, és akár egy listán is tegyenek. Nem akarom azzal a képviselőt megvárni, hogy önökben megvan a hajlandóság, csak azt mondom, hogy az ilyen erejű kijelentések egyáltalán nem akadályozzák meg, hogy a baloldal néhány év múlva akár össze is fogjon önökkel, csak önökön múlik. Ami a kérdését illeti, azt tudom mondani, hogy a cigánysággal kapcsolatos kérdésekben ennek a kormánynak nagyon világos válasza volt, oktatás és munka. Ha valaki megnézi, és egy olyan családtámogatási rendszer, ami mindenkit támogat független attól, hogy az illető cigány vagy nem cigány, hogyha egyébként dolgozik és munka mellett neveli a gyermekeit. Ami a népszámlálást illeti, ott azt tudom mondani, hogy természetesen a népszámlálás során a
nemzeti és etnikai kisebbségek nyilatkozhatnak, illetve az állampolgárok nyilatkozhatnak, hogy nemzeti, illetve etnikai kisebbséghez tartozónak vallják magukat. Ez szerintem helyes és indokolt. Azt viszont teljesen érthetetlen, hogy ezen túlmenően ön milyen formában és milyen eszközökkel kívánja megtudni, hogy valaki egy nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik-e vagy sem. Hogyan képzelni el a gyakorlatban ennek a megvalósítását? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszontválaszra Novák előtt képviselő úr, a szó, parancsoljon. Miniszter úr, kicsit fordítva ül a lovon, furcsa, hogy tőlünk kér tanácsokat, de természetesen kész vagyok, hiszen végeztem én is romológiai tanulmányokat a Pázmányon, ötösre vizsgáztam belőle, úgyhogy tudunk természetesen tanácsot adni, hogy hogyan lehet ezt felmérni. Többféle módja van, hogy kit nevezünk cigánynak. Nyilván van önbevallás módján, ez nem túl hatásos. Ennél hatásosabb, hogyha mondjuk a környezete által cigánynak tekintett, illetve hát ez a születési statisztikai kérdőív, amit a KSH is említett, ez nyilvánvalóan kitölthető adott esetben a kórház munkatársai által, hiszen anonim módon kell ezt kitölteni, viszont nagyon lényeges, hogyha a népszámlálásnál tisztán láthatunk a nemzetiségeket illetően, akkor a jövőre nézve miért nem láthatunk tisztán? Illetve valamennyire láthatunk, nem tudom, hogy szembesült-e azzal, hogy tovább csökkent a termékenységi ráta, hát most külön nem tudjuk, hogy a magyarságon belül mennyire, de a magyar állampolgárok tekintetében 1,51-ről 1,38-ra csökkent, például ami egy évvel korábban még 1,5 fölött volt. És rendkívül megtévesztő az a kormánypropaganda, amit ön is folytat itt, hogy sokat költ hazánk családtámogatásra, ugyanis az Eurostat szerint a GDP százalékában vizsgálva az EU 27 tagállamának e kiadásait messze átlag alatt költünk erre, csak a 20. Magyarország. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválaszra miniszter urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném tájékoztatni arról, hogy számtalan olyan egyértelmű statisztika van, ami éppen az ellenkezőjét bizonyítja annak, mint amit ön elmondott. Tehát Magyarország azzal, hogy a GDP több mint 4,5%-át költi családtámogatásra, az az Európai Unióban a legtöbbet költi erre. Ön az Európai Bizottságnak hisz, nem javaslom, hogy ezt a hibát túl gyakran elkövesse, például az adókedvezményeket ők nem számolják bele ezekbe a statisztikákba. Tehát azért mondom, hogy alig ha lehet vitatni, az egyik legjelentősebb támogatás, helyes és munkaalapú támogatás, amit a magyar családoknak adunk, az adókedvezmények mértéke. Egyébként pedig képviselő úr azért nem tudott válaszolni arra a kérdésre, amit talán szokatlan módon én tettem fel, mert az emberi méltóság tiszteletének a keretein belül ilyen jellegű népszámlálásra lehetőség nincsen, önbevallásra természetesen lehetőség van. Szociológiai tanulmányok is születnek ebben a témakörben, de úgy gondolom, hogy magyar államnak az ezzel kapcsolatos álláspontja világos, részben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot, részben pedig a támogatást azoknak kell adni, akik dolgoznak és úgy nevelnek gyermeket, független attól egyébként, hogy bármilyen etnikai vagy nemzeti kisebbséghez tartoznak vagy sem. Köszönöm.